Azt mondjuk, hogy hát az egyik srác fölmegy 1-2, 1-2, 1, 1-2, 3-4-5, ezek itt így fölcsalnak. A majom és a társa ad a dreadrotoknak egy sebességet, és fölrohannak. Mondom, milyen furcsa. Ide, tizet a majom. 14-et. Így, aztán a dreadrotok fölrohannak, speed 5, 12 szolokat tudnak futni. 12 szolokat, és akkor azt mondja, hogyha ráteszünk őre egy 4-es AOE-t, átnyúltam a másik képernyőre, 4-es AOE-t, és hogyha a következőt futtatjuk, akkor hogyha 1,7 szóra van, akkor az már jó. Szóval mindenki 1,7 szóra egymástól, meg a majomtól. Ide. 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 Így ide. Ide. Jó, azt mondjuk, hogy ez az arkon, pillanat, megnézem, hogy hova kell fusson a nagy, az fut majd nekem 14 szó. Csak nézek egy 4-es AOE-t. Ja. Még 1,5 is jó. Hát, ja, oda, és akkor a izét, ezt az arkont felfuttatom 12 szorra. Ide, a másik arkont is felfuttatjuk 12 szorra. Ide. Na nézzük, azt mondjuk, hogy ezt itt elvesszük oda, és akkor a lovas srácunk fut 13 felett, és ide bele a kráterbe. 18, nem, összesen 16-ot tud futni. 13 felett. 16-tal nem tud bemenni a kráterbe. Akkor csak itt kicsit hátrébb lesz, itt fog lébet szólni. Jó. Ez a kis srác előre fut így ide. Jó. Jön a child. 2 pontért varázsol egy izét, egy Discordot erre a srácra. Aztán még kettő és még kettőért kirak a két beastre két abuse-t, a Slaughterhouse-ra két seb az egyesbe, a másiknak egy seb az ötösbe, és aztán előre, hát megrohamozom a izédet, a kolosszálodat. Ide. Ilyen módon. Discord. És akkor utána fölfut. Mennyit költöttem? 6-ot. 2-ért fölfut a
Kolosszál. Kettőért fölfut. Ah, és egyért fölfut a Dagi. Ő most speed 6. Ide. És akkor a Krabitek is egy Furyért futnak, és akkor így lesz meg a jó. Ugye ez a Krabit ide. És ez a Krabit meg. Így ide. Ez a kis csaj fölfut ide a kolosszál mögé. Így, és a szekér pedig fölfut így. Ide. Így ide. És szerintem mindenki futott. Jó, te vagy. Na, gyorsan ismételjük át, a tökfejek 10 és félre fenyegetnek, vagy ötös? Egyincses a reach-ük, Ja, akkor úgyhogy 11-re. 9-re vagy 11-re gyorsítása. Aha, jó. És ghostlik. Aztán rohamul. A slaughter hozod az 10-re, de 12-re, hogyha ezért abjúzolod, ugye? 12-re abjúzza, aha, vagy tud hetet sétálni abjúzza, és aztán 12-vel lőni egy ilyen becsörlőző sütést. És ugye a két fa, meg 5-5 plészel, és 8 szintre csörlőz be. Jó. Oké. Jó. És akkor van a ruinod, meg Ruin a sacrifice. child-ak a izéje. Aha, meg a sacrifice. A sacrifice. Jó. Az most itt a technológia, hogy van ez a Discord a izén. Igen, és ez tiltja a varázslást is, ugye? Öt incsen Ötincsen belül, be. úgyhogy a hermitet ugye nem tudod neki ott elsütni, csak úgy tudod, hogyha belököd, ugye a hermit megy, sétál, bekapcsol, és valahogy előrébb lököd, mint ahogy azt csinálta az egy srác. A TK-val tudom, ugye, telekinézissel Meg közelebb rakni. TK-val, igen. Jó. Ez itt 8-ra megy. Jó. Oké, hát ezért ezt mindig is gyűlöltem, úgyhogy az... És itt most upkeep leszedésed nincs, ugye? Hát a ruin csupán a Ja, igen. upkeep-ot tud leszedni az arkonok a melee fegyverükkel, meg ugye hát a ruin. Ennyi. Meg most ez is elég messze van. 4,2-re. Áldozat. Az ügy érdekébe. Jó, odafuttatom ezt az alknódot. Aztán... Aktiválom Scoverus-t. Sétál. Ráfordul a colosra. És akkor nézzük egy Icy Grip-et. Ja nem, leveszünk először egy izét, a korpszot, és akkor úgy egy boostolt Icy Grip-et a izédre, erre. Oké. Az akkor nézzük, ezt talál. Talán ráment szegényre. És akkor Jó. ez upkeep az IC, vagy ez upkeep, aha. Jó. Akkor majd a ruinnal leszedjük, hogyha
úgy adódik. Ja. Oké, és akkor teszünk egy deathwardot a... Hát... Nem is biztos, hogy most a colost kéne védeni. Mikor... Jó, mindegy, menjen a colosra. Aztán a Karcsevnek is a Death Wardja van. A Karcsev 2-nél. Ez még kettő, és mondjuk még egy főpatintunk egy szóharvesztert a marauderekre. Itt nem jut más az eszembe. Jó, aztán akkor folytatom is velük. Itt van a 11 incs, ugye? Mi 11? A fenyegetés a... Dreadrotnak, aha. Aha. Ki marad? Ezek azok a tűzdobálók, ugye? És akkor kombinálni tudnak, és ilyen tízes kis AOE-kat dobálnak. Oké. És a majom az milyen messzire megy? A majom jó képességekkel 10 és félre, rossz képességekkel meg 12 félre. Ja, de akkor csak egyetűt, ugye? Egyetütt, meg kell neki ez a varázslat, hogy killing spree-je legyen, meg boostolt, és additional die attack damage. Ja. Jó, akkor bemerészkedünk oda, aztán megvesztjük. Lesz. Aztán úr. Én axiára. Az a... Van neki pisztolya, meg egy Weapon Master kardja, ugye? Ah, meg tud ilyen Battle Planet-et adni. Ez az, ez mi is? Ez Rubble? Az rabol, aha. Nehéz terep fedezék. Na, milyen messzire lövöd el a behúzós Kivel? lövésedet? A kardjával. Karosszállal? Sétál 7-et és onnan 12-t. Milyen messzire van Scaverus? 14-re. Nem rossz. Igen. De azt tudod, hogy most már izé kell. Csak hitelni kell, nem? Csak hitelni kell, hogyha az veszélyesen. Ja. Na. És a fa? A fa az 8-ra lő, és szinte mindent ignorál, csak csak a stealth-et nem. Szóval ilyen hunteres. Ugye a covert is ignorálja. Jó.
Jó, hármit az ide. Még kicsit futat előre. És a fákon is van egy-egy korpsz, a másik fa ott van. Az oda fut. Rebuszhoz meg. Mondjuk. Mondja, hogy tízet tudsz charge-olni, ugye? Mindjárt ebbe az irányba kb. Jó. És kettes így ebből. Jó. Kettesen. Oké, és... Na, akkor... Várja, még... Azt mondja, hogy... Ez négy... Ja, ez majd oda fog menni. Hát, hogy kell nekünk az a nehéz, tehát nem biztos, hogy jó az. Beragadunk. Csak jó, elmegy erre. Aztán. Ad egy stealth-et, vagy hát egy prolt a maraudereknek. Ugye ők alapból izébe vannak, és hogy ők most telszesek gyakorlatilag. Aha. Oké. Igen. Ja. De az kiadja nekik a spellt? Nem spell, az egy battle plan. Ja, aha. Azért. Az Axiarától. Igen. Ó, tudom már, mit felejtettem el, na mindegy, hátra plészelni az évet. A kis artmódomat. Ja, látom, Proud ad Living Faction Model Unitnak. És akkor steltesek lesznek, és a... Mara... akkor mindig concealmentben vannak. Jó, hogy lassan mennek, még újra vissza kell szokni itt a izékre. Na, milyen jó lesz élőben. Hát ugye nem tudom, valahogy egy kicsit gyorsabbak a dolgok szerintem, úgy mindig azt mondom, hogy Gyorsabb, csak itt mindent egyből látod a méréseket. Igazából mindegy, nincs is értelme nagyon. Úgyhogy csak egy füstöt rakunk ki. Ja, aztán lefutnak. Na nézzük, itt sok mindent nem fog csinálni a toros se. Kicsit előrébb jön. Akkor 12-re mész, ugye azt mondtad? Te gargantónoddal. Hát 12.
Jöjjön ide. Itt van még egy aklódom. Ez egy valahol ide. Jó. Oké, te vagy. És azt mondja, hogy maintenance fázisban azt hiszem nincs semmi, úgyhogy az alokálással gyors. 1, 2, 3, 4, 5. Jó, beszedjük az összeset. És akkor nézzük a Discordot, azt upkeepeljük, mert az jó. Az kedves, rendes, és akkor van ott egy felhő, kell egy TrueSight valakinek. TrueSight valakinek, aki távban van. Senki sincs távban. Oda, oda. Jó, nem kell. Jó, hát kiadok egy TrueSight-ot az izére, a Dagira, de úgy sincs neki szüksége, mert ugye a Child-ot kell nézni. Aztán hát megpróbáljuk a dolgot. Balról megindul ez a fa. Ja nem, a fa ahhoz, hogy elkapjon egy ilyet, akkor ugye stealth-es távba kell kerüljön. Turn 2... és nulla. Jó. Na lássuk, azt mondjuk, hogy a jön a Dagi, megnézem, hogy sétálva ide beére, és beér ide, így oda besétál, aztán oda, oda. Oda, na jó. Oda. Jó. Jön ez a kis mókus. Fut ide. Hát igazából ide így befuthat így. Be a trenchbe. Ilyen módon. 12. És akkor mekkorára fenyeget a kolosszálod? 5? 12. 12-re ő is. Jó. Jó van. Rendben, akkor jön a Child. Erre felé. És az ő ütése is behúzós, képzeld el. Tényleg? Aha. Ide, erre felé, és azt mondjuk, hogy elköltünk 5-öt, és rávarázsolunk egy boostolt. Nem egy boostolt, csak egy simát. A sima slamelős spellt az izére. Az arcnódodra, méghozzá a dagin keresztül. Az talál, és slammeli őt 5-szorra, úgyhogy oda-oda, ide neki csapódik, ide, így, kap egy KD-t, és kap egy 12-es, 2-t fogsz, az 8 seb az 5-ösbe. Okay. Jó. Aztán azt mondjuk, hogy ennyi maradt neki, 12. Jó. Jó, jön a Karjana Rose, azt mondja a Gargantuának, hogy lőjön egyet, az rálő a Jackre. Talál, és akkor behúzza magához.
ide. És akkor ráüt, autó hitteli P plusz S 21, az kocka plusz 7, meg 9, akkor azt meg is öli, és akkor 1D3-at gyógyul, visszagyógyul, jó. Ezt megöltük. Az, ha jó van. Azt mondjuk, hogy futnak a dreadrotok, és egy kicsit előrébb szétszélednek. Pillanat, be kell zoomoljak, megnézem, hogy ki a líderem. Aha, ott van. Azt mondja, 7,95, egy kicsit elrébb kell hozzam ide. És akkor a többiek is így ide. És így ide. Jó, aztán jön a szekér, fölfut így ide. Ilyen módon. Erre felé. Aztán, mit csináljunk? Azt mondjuk, hogy a majom és társa mit csináljanak? Majom befut így ide. Ilyen módon a kis társa az ide jön. Erre felé. Aztán nincs line of sight-ban senki. Jó, az arkon ez fogja magát és átröppen így ide. Tudok futni az Icy Grip-be? Futni nem tudsz, csak rohamozni. Az arkon ide jön a izébe. Akkor mennyi? 6-ot repülsz 8-ra. Ugye most már nincs reach, nincs 3 inch reached. Ugye az arkon tudod berakjuk a trenchbe. Ez a kis srác ide jön ide, így. Ide, és ez a karga átjön. Így ide. Ilyen módon. Ide. Azt mondja, hogy ez megvolt. Jó, a lovason fut ide. És aztán ide. Így. Ez a fa részel 5 szót ide. Ez az arkon. Ezek a dörcs szírek, ezek így varázsolgatnak, ugye? Ők is teltesek fixen, vagy csak prálosak? Prálosok. És mindegy. Ez az arkon. Röppen így ide. Ilyen módon megpróbálja megvarázsolni azt a közelebbit. 14-es def, 18-as def. 10-re. Azt talál, és akkor. Okay. Hát ez így megy nálunk, és akkor megöl egyet. Aztán. Semmi nem jön, mondjuk amúgy csak Nem, akkor. ez RFP. Mit csináljunk? Aztán tesz egy, azt mondja, ad widget. Teszünk egy ötös gyűrűt. Ide. Ide. Teszünk egy ötös gyűrűt így ide. Ilyen módon. És aztán visszaplészelünk így ide.
Ezek itt felsorakoztak, ezek mozogtak. Ja, ez a fa ide beteleportál így erre felé. Aztán nézzük, majom pozícióban. Hát mindenki csinált pár apróságot. Jó, azt szerintem te vagy. Nem tudtam közelebb menni. Jó. No. Allokálok kettőt a colosra. Ez pont jó. Icy Grip-et szerintem nem tartom fönt. Soul Harvester-t azt fönt tartjuk. Más nem volt kint más sapkip, ugye? Hiszem. Pont 11-re bennmaradtál a Detarkonnak a fenyegetésébe. Kinek? Kinek? Detarkon. Ja, az beküldhető. Bár nem érek oda, mert ugye ott van az éd. Jó, azt ki kell előbb szedjed. De utána bejöhetsz. Ja. Hát ugye a kolosszálod. Már 14, Akartam mindig távolabb 2-es az maradni. ember. Pozícionáltam túl jól ezt. Most. Hogyha TK-val elrakjuk ide. Aztán. Mekkora átüt a majom? Free Strike-ból. Van valami bónusza? Nincs, ugye? Nincs, Power 8, Mat 5. Ó, nem már. Pont izé. Pont oda. Az ott legális hely? Melyik, hol? Amit most oda raktam. Aha, pont, az ott pont jó. Király. Na ezt viszont nem tudnád lemérni az asztalon. Ja. Jó, hát vannak előnyei nyilván ennek a izének is. Viszont ahhoz ugye kell egy telekinézis. És mi kell még? Igazából most mi más nagyon nem. Szerintem itt az nem fog kelleni. Azt oda átpattintjuk, aztán ennyi. Négy. Összén belőle valami. Na, mire készülsz? Hát egyelőre még csak gondolkozom, de ez mindenféle, mondjuk együttésből biztos, hogy le fogom tudni szedni. Ez biztos, hogy nem. Ja. Ez még, hogyha egy kicsit
Kétszeres mufasztal. Tartjuk. Ide. Rátrakjuk az elszégépet. A izéknek hányos a defjük? 13-as a tökfejeknek? 13-as lett most. 13-14, ugye a kocsi környékén 16-os. Aha. Ja, jó, megvan, oké, és akkor megvan a tervünk. Mit? Itt nem jó. De kéne valahogy jó. Akkor először futtatom ezt az alsnódot. Másik irányból, ez a legegyszerűbb. Sőt, így is be kell menni ide az éve. Még azt a cél is be tud futni oda. Kéne azért beáldozni, jó? Akkor a túlsó arcnódunkat. Le kéne szoknom már erről, hogy ilyen gyorsan eldobálom az arknódjaimat. Hát az azért hasznos föltenni azt a spellt. Ez nekem mindenképpen megnehezíti a dolgomat. De most akkor nem Na, upkeepelted aktívál. rajta? Mit? Azt a spellt? Az arkonon. Az arkonon nem upkeepeltem. Nem, akkor viszont tényleg eldobtad egy kicsit a... Nem, mert most le akarom szedni a hajzét, meg úgyis Na jó, okés. ki fog jönni Ez más a is. ketrecet termelt újra korpszot? Nem, csak az nullán van most. Ja, ő gyűjti. Aha, azt hittem, hogy termeli is minden körbe. Pillanatot, csak van egy telefonom. Okés. Petróz. Szia! Tedd magad némára, mert hallatszik a felvételbe a beszélgetés. Most ha valaki nézi ezt a meccset, akkor most csak egy gyors szünetben vagyunk. Remélhetőleg. Úgy itt vagyok. Okés. Na. Na, tehát akkor Scoverus-szal tékázom azért a Az arkon. Death Arkon. Aztán kicsit arrébb kell most menni. És akkor egy Icy Grip-et próbálunk meg azért a Dead Rock-okra itt.
Az úsztóval 3-ba fog kerülni. De most Talált. feedbe vagy, ugye? Vagy Nem. nem is Nem, feedez? nem. Oké, és akkor rájuk megy a delej. Oké, akkor nem ruinozod meg ilyesmi. Hát nem tudom, mert nincs a kontrollomban. Ja, tényleg még az is kell. Jó. Akkor jó, folytassuk a Detarkonnal, hogy akkor ő... Jó, várjál, nem is izért mozog, hanem Speed 6. Speed 6, ja. Akkor 8-at tud mozogni. Jó, én nem tudom mit mértél. Ha Hogy miért valamiért az ötös speed volt bennem. játszhatod ötte, lehet, hogy be fogják nerfelni. Jó. Üsek. Eljön ide, nyomhatsz rá egy free strike-ot. Aha, már megy is. Paf! Az pont talál matötte. És Jó. akkor 8-as, meg 11, összesen 19, az két seb. Na, megkezdtük. Megkezdtük. Jó, kér egy flickert, aztán leüti az első ütését. Az talál házba, ugye? Aha, talál 14-es, és te nem vagy living, úgyhogy talál, akkor ő meghal. És akkor beszeded a korpszát. Azt el is használom, és akkor izé kérek egy javított kockás. Tudok úgy menni, hogy be tudok úgy menni, király. Na, valami csak jó lesz ez az akció. És akkor itt ütöm a angyalkádat, akkor az 4 kockával megy, ugye? Mert Négy boostolt és kocka, plusz kisebbet ki. azt talál. Az talál, aztán az a Malady 12-es Man, defe van az. Az az is talál. talál, 13. Aha. Sebzés a Arkonkádra. Az 15, 3-at 18-as. fog. Akkor 2-es ki, akkor az 11 seb. 11-11. Jó, a másik Maladi men. 16-osa van, az egyet fog, az meg is Az hal. Ki van meghalsz. közelebb? Te vagy közelebb. Ja, meghal. Puff. Legyaktad. És akkor egy mortál fűt még elnyomunk a... Gondolkodom itt a dolgokon. Figyelj, pattintok egy sacrifice-ot, és visszagyógyítom az arkont. Bemegy, bemegy. Aha. Kis gonosz. Hát kb. Szerintem nem lesz nagyon más jobb lehetőség. Jó, ez így. Hogyha már oda veszett a... Hogyha az arkoron nem upkeepelted a cuccot, akkor érdemes életben tartani. Akkor nézzük ezeket a maraudereket. Azt mondja, hogy ez oda. Ez a hátsót. Ez a... Jó, várjál, oda be is kéne csípni. Kizét. Így majd jó lesz. Na tehát ez oda, ez oda. Nem is kell annyira azért.
is, jó. Ez oda. Ez oda. Ez amoda. És akkor még ezt a kettőt. Háromat. Ez oda. Így. Akkor ezen valami még egyszer a moda. Aztán meglátjuk, hogy ez kit kell ledobnia. Jó. Oké, kezdjük a zóna pucolást. Ezt fogjuk dobni ezzel. Jó. Ötös ratvaj. Ja, nekem meg most mínusz kettő a defed, úgyhogy akkor hatokra találok. Talál 16-os a páncélom. Tough. Egy tough. Köz tough. Jó, kezdődik. Akkor ez a hátsó a tűzés megdobom. KD? Igen. Megdobom újra. Talál. És sebez is, úgyhogy akkor az meghal. Aha, akkor is törlöm, akkor nem érdekes. Akkor ezzel az elsővel dobom ezt. Aha. Talál, és 18. Azt talál, azt mondjuk, hogy ennyi meghal simán, akkor kettő korpszot ezzel szerezzünk. dobom ezt. Azt, aki a szekér előtt van közvetlenül? Aha. Oké, és... Arra is dobhatod a táfot. Egy táv meghal. És... Ezzel dobom ezt. Oké, és... Az nem. És akkor az utolsó szintén ugyanaz dobja. Azt talál. Talál, és távdobást kérünk. Dob egy táfot, nem dobja meg, és fölmentjük. Maximális aurára. Na, szuper. Akkor, így is maradtál még sokan, de... Hát négyet szedtél le. Nem olyan sok az, sajnos. Szerintem, hogy azt csináljuk. És ezért ott maradt. Nem is van tudni leszedni. Ezért kéne tolni ezért, hogy legalább egy pontot írunk. Ez nehéz terep akkor, ugye ez a... Nehéz terep, és nem is lehet Pathfinder. Ez mindenkinek nehéz terep. Itt tudunk elmenni. De igaz, semmire nem jó. Maximum annyira, hogy az objektívet kiütöd, akkor tudom, hogy legyen annyira. Na, mindegy. Bejövünk ide. Kicsit közelebb. Úgy, aztán... Betoppan ide a zónába. Aha. Vagy síp. Aztán... North speed. Ezek futások. Aha. És túl messze ment. Mindegy.
Zavarunk itt. Többet érünk ezzel. Ez bejön ide vithatni. Egyik sincs formáción kívül, ugye? Most meg. Ja, de ezért azt jó is, hogy mondod. Hát akkor ezt be se tudnád úgy vitatni, úgyhogy. Ez itt. Jó, aztán. Pont ezért vagy. Hogyha bemegyek ide, ebbe a ködbe, akkor az mínusz kettő atak róla. Hüvingetnek, ugye? Ez a... melyik köd? Az arkoné? Az a arkonos. Az arkon az nem köd, de mindenkinek mínusz két atakról, és mind a enemiknek rough terén, hogyha nyom vagy Pathfinder. Ez befut ide. Hát jó. Ez bejön ide. Akkor 12. Ezért legalább meg kéne próbálni le. Ütni. Hogy hívják, az már kiment. Sacrifice. Ja, a Sacrifice ment ki, de a Ruin akkor még nem ment ki. Az még ott van. Itt a kutyám közel menni, hogy jó legyen. Maximum ezzel. Ezzel jó. Oké, akkor szólos idején aztán nézzünk, mit tud alkotni lövéssel. Elkezdjük lőni ezért ezt a lovasodat. 17-es def. Rálövünk a nagy fegyverre. Ez missze. Szóródni fog. Ó, de hülye vagyok az meg, hogyha a fát lövöm, akkor lehet, hogy még nem is hát, értem. A fa csak def-öt. Hát a fát azt el tudod találni, annak a páncélja magasabb. 19-es páncéllal van a fa. Hát ez... inkább ki se dolgozom. Tehát megsebzed a csádot, akkor fölmegy a páncél kicsit ennyi. De ezek ilyen alacsony power-ű, ugye? Ja, a 7-es. Nézzük, első sorozatlövés, HD, D3, 3 lövés, másik. Az is 3 lövés. Hát jó. Hát jó, csak ura magas a def, az a baj, hogyha bedobtam volna a kritet, akkor ugye leparalizáltam volna, és akkor Aha. minden happy lenne, de így nem. Mindegy, hát egy próbát megért aztán. Van még két fókuszom, úgyhogy két boostolással fog menni a első lövés. Talál, ugye? Volumen Burst Fire-re plusz 2-t kapok az attackra is, úgyhogy 7-es azért ezzel viszont taratom. Aha. Az a találsz. Én 16-os páncéllal vagyok. 16, egyet fog. Hát ezt is... Nem boostolok meg. 5 seb. Második lövés. Hát boosterás nélkül rám próbálunk. Milyen messz, 17-re megyek akkor, ugye? 10-esekre. Utolsó, első fegyverrel. Nem. Akkor második
fegyvernek az első Rat lövése. 7 vagy Rat 6 vagy Rat 5? Rat 7, Ja, plusz 2-vel. Rat 7 vagy a gépityú, aha, oké. Most se, és akkor az utolsó boostolom. Azt Azt talál, talál, és és akkor... akkor egyet fogsz. Négy se. Bazd meg, mi lesz, se esik a lóról. Nem, hohoho. Hát ez... Ez elég csúfos volt ez a történet. És volt mindenem még axióra. Axiora idejön. Ebbe beledurrant. Átlátok a livingeken, úgyhogy ez nem takar ki. És adok, kérek egy dodge-ot a izéknek, a maraudereknek. És ez ilyen 12-es handkanonnal lő, ugye? Jó, az Ja, nem ez találja nem is szerint. Jó, na hát vége ennek a meg. szégyen teljes körnek, te vagy. Hát azért nem volt annyira rossz. Gondolkodom, ugye ez a Desolation lemegy, hogy, hogy történnek-e kör elején valamik, azt hiszem, hogy nem történnek. Ja, úgyhogy nem is tudom, hogy vagyok fókusszal. Nem is izé. Senki sincs egy fókusz se. Felmegyek hétre. És magamba vágok ötöt. Ja, így jelöl meg magam. Mert annyira ugye ilyen susnyázós volt ez a kör, hogy nem is, senkin se volt egy darab fókusz se. Na mindegy. Hát ez egy ilyen szutyok. Azt mondja, hogyha a dagit fölgyorsítom, akkor van 6-os, nem, akkor is csak 10-re fenyeget, nem tud elérni. Sajnos. Az oda kimegy, és megcsapja. Na, végül is. Talán megéri. Talán megéri. Jó. Lássuk itt jobb oldalt. Ezt letörlöm. Ez a fa itt fogja magát, és place-el egyet. És akkor egy pontot írtál, ugye? Ott a zónán. Ja, igen. Akkor ezt Behúzom. kattints be. Itt a fa, hát az kb. Így ide. Ide place-eli magát, és akkor megpróbálja megcsapni ezt az arcot itt. 14-es def-fel vagy? Akkor 8-ra. Másik kezzel talál. Dodzsolok. Ja, akkor Dodzsoltam. az elsővel eldodzsolsz és elszöksz. Na nem baj. Jó. Oké, és azt mondjuk, hogy jön az arkon. Ilyen módon ide. És akkor nem vagy szeltes, ugye? Na. És akkor megpróbáljuk megdurrantani. 78-15-ig jó, 14-esről azt elfüstöli. Azt jó. Aztán azt mondjuk, hogy Ja, ezért nem mondtam a Death Wardot, mindegy. Ezt nem tartottam fenn akkor. Nem voltam le szerintem. jó. Oké, és jön a Slaughterhouse. Slaughterhouse 2 pontért pattint magára egy animuszt. És egy kicsit elrébb jön ide. Ilyen módon. Ide. Így. Az egy ötös aura. És akkor megpróbálja megcsapkodni az arkonodat. Első ütés talál, behúzza ide magához.
Az egy 19-es energia, az összesen 5 seb. Lassú Üt a nagy ütésével, talál az 21-es energia, az 4 van bent, az 10. meg is ölni. Jó. Ez megvolt, aztán nézem, hogy... Gyógyulnék, ja, upkeepeltem ezt az izét, spellt, na nézzük, akkor ez megvan. Még sincs este. Jó. Rendicek. Aztán jön a Karjana Rose, löveti a... Ez most steltes vagy? Ezekkel a cuccokkal, maroderekkel, vagy nem vagy? Nem, dodgyos vagyok. Torcsos vagy. Jó, legyél torcsos. Meglövetjük a kolosszát, és megpróbáljuk ezt a maraudert itt eltalálni, itt az objektíva mellett. Az 13-as defig, jó. Na, Aztán... Kanszimendben vagyok. Ja, akkor az misszel. Akkor azt nem látom Külvel egy sajnos. kicsit eldodgyolunk. Jó. Hát jó. Sőt, jó. Ja, mert Jöjjünk mindig ide. concealment. 12, meg concealment vagy, ugye? Trollként. Jó. Oké, és ez megtörtént. Aztán... Az oda... Mekkora a kolosszádnak a defje? Nem, nincs 10 fölött, ugye? Szerintem nincs. Ugye, megnézem. Na mindegy. 10-es. Az jó. Jó, az egyes számú arkon berohamozza. De várja, most a Death Ward az kin van? Senkin? Nincs, nem tartottam föl, nem vontam le róla. Ja. Ja, mert pont a végig azt tervezgettem, hogy mondom, a Death Ward így, meg a Death Ward úgy. Ja, de akkor valamivel egyszerűbb a szitu. Jó, a lovas megrohamozza a... Hát megrohamozza a kolosszálodat, nézzük meg. Megpróbáljuk itt így. Hát így ide. Ide. Itt a falnál ráfordítjuk. Tolunk egy thresher-t a kolosszára. Talál. A jackedre 9-re, a kis arknodra 9-re, az talál. És akkor erre még 14, 16, 9-re azt az élő modellt is, azt elmisszeljük. Dobom a... Neki van egy korpsza, 14-es Weapon Master, Ötöt fog. az 8 seb. 8 seb az egyesbe. És ez a jobb oldalam, ugye? Aha. És mit akartam mondani? Dobom a sebzést az arknódodra, az 14 seb az ötösbe. Kiment a feje, de nagy öröm. Jó. Okés. Na viszont. Viszont, hogyha az ott nincs ott, akkor a szitu az itt fokkal jobb. Az ott megvan. Jó. Okés. Oda. Ja, és még mínusz két atakrólt is adsz a mindenkinek. Ugye? Jó. Jönnek Mivel? ezek a trollokkal, mínusz kettő atakrólt adsz az élőkkel, akik nem lények. Livingeknek. Aha. Jó. Ezek a kis mókusok elkezdenek itt izéni, rohamozgatni. Megnézzük, hogy ez itt mondjuk be tud-e érni. 8-as rohama. Na, betűt ő felé, ő rá, ide. Ide.
Így. Roham. Ez a srác rohamozza az objektívát. Ide így. Ez a srác rohamozza az objektívát. Ide így. Ez a srác megpróbálja ugyanúgy az objektívát, nem fér be. Nem ér be, de akkor csak simán megyünk ide előre. 8 szóval, és a többi kettő meg ide. Na ki legyen? Ah, ott a főnök. Jó, ide, és ez a srác meg. Ugye nem tudok futni, csak Csak rohamozni, úgyhogy ő rohamozni, a hermitet rohamozza sikertelenül. Jó, megpróbáljuk eltalálni itt. 14-es vagy effektíve, azt a 4-es számút itt egy 8-asra találom, az 7-es, az nem talál. Az objektívát meg autóhittelem 2-vel, az első autóhitteli, hermitezed? mi csináljuk? Ja nem, hermitezem. 12-es, 6-ot fog, az 7 seb az objektívába, és a másik ugyanúgy, ha 6-ot fog, ha nem hermitezed, az 6 seb az objektívába. Jó. Aztán azt mondjuk, hogy ez ott megvolt. Jó, jön, akkor nem steltesek ezek a cuccok. Jön a fa ide. Ide így. Azt hiszem, hogy itt jó lesz. Így kb. Megpróbálom meglőni ezt a srácot, itt az ötös számút. De te récses vagy? Ja, mondjuk Na, rájön, egyes. de Blackpen is vagyok. Egyes. Meg Hunter, úgyhogy azt találom, és akkor őt megpróbálom behúzni itt. Na, Kászimentet is ignorálod? Aha, Hunter vagyok. Ide, és akkor mat 6-tal ráütünk, én nem vagyok living. Az 12-t talál, 15-ös energia vagyok. Az egy tough. Dobok egy taffot, nincs meg. Nincs, ez az, lett egy korpsz. Jó. Itt ez a szekér. Szekér. Okés. A szekér az berohamozza az objektívát, és akkor megnézem még, hogy így, hogyha impaktolok, itt akkor tudunk-e még. Nem is. Nem az objektívhoz be se érünk. Nem, akkor csak ide rohamozunk erre a trollra. Sőt, ide a warjackre. Ez lesz itt a jó. Ide, erre a warjackre rá rohamoz a szekér. Leimpaktolja ezt a szervitort, az emiszeli, megpróbáljuk a warjacket eltalálni, az talál, 10-es energia, összesen 21 a 6-osban. Három a hatosba. Sajnos nem lehetett másként. Jó, ezek ottan bementek. Jó, ez megvolt. Jó, ez az Arkon lerepül ide. Ilyen módon, így, és megdurrantja az objektívát. Azt talál, hermitezed? Nem. Oké, és mínusz 4, az 4 seb. Meghal, ugye? Aha. Akkor lesz 1 CP. A következő lövésével megdurrantja ezt a Maraudert, aki itt áll a Hermit mellett. 14-esre, 6-ra talál. Hermitezed? Nem. Akkor az lényegében meg is öli. Ja, nincs táv ellen, ami. Nincs táv. Aha. És semmi korsz, meg ilyesmi. Nincs táv, nincs korpsz, és akkor ő fogja magát, és
Nézzük, itt a flag be van kontesztálva maximálisan, úgyhogy ő ide elplészeli magát 5 incse ide. Ilyen módon ez volt, ez volt. Ez nem tudja megsebezni ezt a kis, akkor kis mókus, az csak marad itt coverben. Na nézzük, tudunk-e valami értelmeset csinálni? Hát végül is azt hiszem, hogy tudunk. Megindul a child. Erre felé, ide. Ide. Nem jó. Nem jó. Nem. Pont nem lehet megcsinálni jó, mert ugye jó lenne ugye rávarázsolni a Hermitrite Slam előset. Na mondjuk rá, ja. És akkor legalább nyugi lenne, de az a baj, akkor bekerülök a másiknak, a kolosszálnak az izéjébe, a milli range-ébe, mondjuk rá már így is. Para. És hogyha átfuttatom a tagit, oda, akkor az jó. Jó, jó, legyen az. Fusson a dagi. Egyért. Ide, így. Ilyen módon. Ide, és akkor a child az ide belép ide picit a zónába, így. És akkor a child a dagin keresztül 5 pontért egy boostolt spellt megereszt a hermitre, azt találja, és akkor D6-ot slammeli 6-szót innen el oda, és maradékot lassabban teszi meg a nehéz terepen. Így ide, és akkor az egy pont seb és egy KD. Jó, ez megvolt, megvolt. És aztán azt mondjuk, hogy ezek a kis krebitek pedig két Furier futnak így ide. Ide. És azt mondjuk, hogy két pontért futnak így ide, így ilyen módon, így. Na ja, mondjuk rá hülye voltam, mert mondom, á nem maradt bíztem, be kell menjek a kaszterre a zónába, de aztán közben itt vannak a krevitek, amiket mindig elfelejtek. Hát figyelj, szerintem mindennel voltam, úgyhogy írok egy CP-t a saját zónámon, és akkor vége a körnek, és ezúttal a hármas kör. Most jön a hármas kör vége. Jó, te vagy. Kis. Azt tudja, hogy hol kellünk megint három, vagy hát kettőt, meg egy overup lesz az én. Három marad az Fixiuson. Föntartjuk a Icy Grip-et a tökfejekkel, más upkeep-ünk most nincsen. Jó. Ez most itt le van kötve. Nem tudok bemenni, úgyhogy az úgy fasza, illetve nem. Annyi lett most a módosítás a Grimkinnél. Van ez a Child Arcana, hogy amikor kipattintja az övét, ugye akkor megnövekezik a max fókusza, de ugyanakkor egy fókuszpontot is kap. Úgyhogy, hogyha mondjuk rá számolod az Assassination, akkor ugye úgy érdemes számolni, hogy a vrettet ugye az első sebzés után el lehet nyomni, és az ad egy fókuszpontot, vagyis egy fury pontot, meg a max fury-ja fölmegy mindenkinek
plusz egyen. Aha. Ezt nemrég tették be, hogy picit jobb legyen. Jó, hát egyébként gondolkoztam az Assassination-en, mert ugye egy fiú itt van csak, jó, mondjuk az kettő. Hogyha ugye ki szeded a izét, van roham nélkül, egy roham után négy ütésem. Mégis, hogyha megölöm a izét, akkor még ide is férek szerintem. Simán. Ja, mondjuk megyünk, ennek ide kell csinálni. Ez, ja, csak ez itt látja. Ja, hát nem tudom, hogy ott jön-e azon átlátsz, mutasd. Igen, ott is a sarok mellett elmegy. Aha, és ugye a frontárkodban benne vagyok, ugye? Ja. Igen. Ja, szerintem igen. Szerintem igen, mert átlátsz, úgyhogy ott azt látod. Szegény emberem dismountolva van ott. És nem sokára. Hát még nincs. Diszmantóval. Kétszer tudsz transferálni. Hányas armorod van, hogyha megsebezlek? Ugye 17-essel kezdem, és 19-esre megy föl az első sebzés után. És aztán a keserű végig ott olyan marad. Mondjuk ugye Dark Shroud-on van, meg Gengel össze tudok hozni P pluszes 21-et, akkor az plusz 2, ugye? És kettőt ki tudsz transferálni, és hány sebe van? Hát Belesekedtél már csak. most kevés, 13 körül van neki, mert Ja. elrontottam a Fury-t az egyik körbe. Hát vannak itt ezek a kis majmok, úgyhogy azok közül onnan jöhet egy kis izé, egy kevés Fury, de amúgy csak két transfer, amire számítani tudok. Ja. Igazából, ja, mert egyszerűen elfelejtettem, hogy a nyulak is írják a zónát, szóval nem kellett volna odálljak. Na, de mindegy. Most már így van, csak ebből tanul az ember. Visszajátszásból meg abszolút nem. Hát figyelj, most itt úgyis idővel is kicsit szarabbul állok, meg olyan. Igen, azt végig kell gondolt, hogy tudod megnyerni, és hogyha úgy érzed, hogy az időd is elfogyott, akkor viszont ugye nem tudod azt választani, hogy tovább harcolsz is, mert meglátod, mert akkor szinte biztos, hogy kiórázod magad. Akkor, hogyha van egy jó esélyed Assassination-re, akkor meg kell próbálni, mint hogy kiórázzad magad. Ja. Jó. Mondjuk itt akkor viszont kb. Fölteszek mindent egy lapra, de mondjuk akkor még tudok gyűjteni ezeket, kicsi lelkeket, és akkor abból újradobásokkal hát meg lesz. Na nézzük akkor itt a másik oldalon kezdjük, mert itt akkor tudunk gyűjteni lelkeket. Kezdek a Erebusszal. Ez most ben van Reach-be. Végig benn is fogok maradni. Így, és akkor elkezdjük ütni itt a tökfejeket. Először ezt.
Oké, és 13-as deffel rendelkezik. Az Halál, bukva, talál staff. tough Nem, meg tough. hót. Akkor abból kap egy lelket az izé. Overtable mozgunk. Nem tudom, is mozgunk tovább. Megütjük az izét, ezt a tök fejet. Ja, van egy gen bónuszom is, úgyhogy az is talál. Meg ha ezt törölhetjük. Akkor most megyünk tovább. Csak 0,5. Veszek támadást. Tök fejre. Talál. Talál. Abja a táfot nincs meg, mert hullanak. Mind a tök fejek. Akkor harmadik szól is megvan. Nem is basztam, úgyhogy nem tudok tovább ütni. Jó, akkor mindegy. Mert? Mert a, hát azért, mert még gondoltam beleütök kettőt a Szekérbe. szekérbe, jó. Ja, de csak, De. ja, de csak egy feles overték van. No. Igen. Jó, akkor még ezt itt megcsapkodjuk. Ez. Jó. Ütjük ezt. Elsütés talál, dobhatod a taffot. Mekkora P plusz S-sel vagy? 12. Ja, akkor dobok. Na, jó. Na, soul harvestem miatt akkor még egy szó. Oké, és jó, hát akkor ennyi volt a szógyűjtés. Oh, és Akkor igazából, nézzük a... várjál, szerint nyomtam Sacrifice-ot az előbb, ugye? Akkor a tele van a kaszterem. Vagy mikor sebeztem? Most sebeztem magamba? Nem, most sebeztem, ugye? Igen, mert Ja, nem ja, ja, a ja. Fury. Ja, ez fölösleges volt. Na nem baj. Lehet, hogy már az is lesz egy kis túlélem. Akkor ez ide. Charge-ol. Várjál, csak nem is jó, mert úgy kell, hogy na, hogy ki tudja menni izével, hogy leesik a lóról. De ha oda mész Gaspival, de akkor vissza fogsz teleportálni, ugye? Aha. Aha, van is, ja. Be tudok menni a hátába, nem? Hátam van, nem hiszem. Nem, még azon gondolkozok, hogy... Na jó, mindegy. Nézzük meg ezt aztán. Már biztos, hogy nem tudsz elmenni annyira, szerintem, hogy... Gond legyen, aztán majd meglátjuk. Ezzel... Futunk egyet. Ilyen kis gengre készülsz. Csak aztán, hogyha a Gaspival visszateleportálsz, akkor kiesel izéből. De a genget úgy is adod? A ganget azt úgy is adom, szerintem, igen. Jó, mindjárt megnézem. Azt mondja, hogy... Ja, nézzük meg. Hogy hívnák meg? Jó, mindegy, hátrafel úgyse tudok. Zsálni. Ja, adjuk. Na nézzük egyelőre, hogy hívják ott a... Gaspi VS, hogy hívják? A formációba kell, mi a Dark Shroud-hoz legyél. És akkor ezt az izé adja neked... Roham támadásod talál. Slaughterfleet a téma neve? Broken Coast.
Aha. Találta az én. Mindig. Mindegy. Aha. Melee range of... jaja, a gang az megy. Eltaláltad, megütötted? Aha, ja, úgyhogy leesik a lóról. Hozzam a kicsit. Akkor ugye nem tudok úgy eltávolodni. Hát, és akkor ide fogok állni, és majd megdobok minden taffot. És akkor veszek támadást, és meg is boostolom. De nem. 6-ra találok, ugye? 13-as vagy. 13-as vagyok. Akkor nem, mert úgyis van egy rohadt újradobásom, úgyhogy nem is kell újradobni. Talál 18-as effektív, 14-es. meg 9. Dob egy taffot, egyszer taff. Ha. Mert akkor veszünk támadást, és akkor autó hit, sebzés, megöli. Megölöd. És akkor egy pontból elvenisezünk, Várjál, hármat. ezt megpróbálom megruinozni. Aha. A Vanish az target selfes? Mindjárt Igen. megnézzük. Vanish target self, akkor azt levenisseljük. És akkor ott maradsz. Leruinoztad a Vagy kis le... szemét. Aha. Ha. Oké, te akartad. Akkor jön Skaverus, és akkor ő fogja eltelekinetizálni. Nagyon sunyi fej. 14. Kurva messzire vittem ezeket a jó kis hasmódjaimat. Hát jó, de az ilyen rough terrain, meg minden. Hogyha tékázol, akkor is csak 16. Hát ez sehogy se ér be. Ja. Jó, akkor... Ja, jön Skaverus. De... És akkor... Ó, ez nem. Mi a gond? Mindegy. Mennyit mozogtam, nem tudta semmi. Hát Jó, szerintem mindegy. oda tudsz érni, hogy egyik megtelekinetizáld a gaspin. Vagy melyik Az pont? biztos. Nem, hogy itt még a hogy hívjákkal tudtam volna betargetálni a Fist of Worms-t. Ja. Na, az 10-re megy. Nem Na jó, mindegy. fogalmam sincs. Szóval akkor őt elveszed az útból. Ja. Fitelek. Úgy. Jó. Aztán... Már igazából nincs is értelme fitelni, mert semmi más nem csinálok. Akkor fit nélkül próbálok megnyerni. Hát, Jó, simán kettő pont érizé. megesik. Tékáztam. Jó. De kell a fit, mert hogyha végén még az izével bele akarok sebezgetni. Azzal Nem a fitel ki. varázsló csaja. A denegrával. Meg a... Hát meg igen, még kb. Mindent beletolok, amit lehet. Aha, de akkor viszont azelőtt kéne beletoljad, mielőtt még közelharcba kerül a Jack-ke. Ja nem, a Jack aktiváció végén visszacsökken a melee range-e, ugye? És akkor nem leszek megint millibe. Ja, de millibe vagyok a kis szar miatt, akkor mindegy. Aki beköt engem. Ja, tényleg most A minibe vagy már. szervitor. Aha. Úgyhogy akkor az Jó, mindegy. mindegy. Tehát akkor ő jön ide. Aztán bele van. Ja, várj, nem is jó, mert túl messze van. Innen el fogom érni. Ja. El kéne érjed. Hát tedd be a proxy base. Ja.
Jó, akkor varázsol 16. 13-as, 13, 17-es vagyok millibe, akkor misszel. Ja. Sajnos nem dodzsolok el. Akkor még ez is útban van, úgyhogy ez ide jön. Jelen, jó, már az akkor le lesz kötve. A két Ide. nincses a fa. Ja. Jó, és akkor nézzük a szepulcsert. Na, akkor nyomunk egy charge-ot. Akkor egybe került a charge, vagy ingyen volt? Egybe. Oké, és 13-as def és 17-es páncél. Ez a misszel, újra dobjuk. Így már talál. 17-es, mennyi vagy? 18? 19-es vagyok, és Dark Sword meg Gang, úgyhogy 21. Ja, meg mert izébe marad. Nem, 9,4-re vagy a gaspitol, azzal a kis szutyokkal. Úgyhogy a gang De van. a Sepulcher is Dark Sword-os, mert a Gaspinak a jackje. Ja, akkor persze. 21-es, akkor ben van 4. Ez 2d6. És akkor ez charge, úgyhogy három Ja, de ezt kockás. újra Nézzük. dobtad. Akkor ez 8 seb, akkor ezt Na, beírjuk. ez most dobom újra, Ja. ez még csak az első dobásom volt. Oké, és dobjad. 9 meg 4, 13, akkor azt kitranszferezzük a nagyba. Hova megy? Kettesbe. Jó. Így, és akkor fölmegy a páncélom. Jó. Oké, és... A második ütés. Azt a kurva. Újra Ez dobjuk. már a VTC mert mappon van. Így már talál. Van 7-es matod a kolosszála? Ja nem, Hát meg a 8-es van a gyerek miatt. a gangfighter miatt, aha. Jó. Abba, akkor És 2 akkor van bent. most csak kettő van benne, ugye? Az viszont most szív 12. Ezt nem 12. dobom újra. Marad 1. Jó, akkor veszek támadást. Az talál pont, mert genges Ja, 8, igen, 8 meg 8-as vagyok. 13, 8 meg... és akkor meg is ölöd. Nem érhette számoltam. Ja. És akkor... Meg Hát is. plusz 2, úgyhogy mindenféleképpen ki kell transferálni, vagy már... Ja, már egy Ja, csak... transferem volt, mert a másik arkánát használtam el. A gaspisat. Ja, akkor viszont meg is ölte, nem? Meg persze. Megölte, ugye tafja nincs neki, csak úgy néz ki. Ja, nem kellett volna betegyem, csak elfelejtettem, hogy a kis krebitek, izék, warbeastek. Aztán ide beálltam, hogy írjam a pontot. Ja, Aha. de jobban szerepelt a lista, mint hittem volna. Úgyhogy jó lesz ez, még Hát. ki kell találjam, hogy a dreadrotokat pontosan merre vigyem, de talán itt is jók voltak, mert mindenképpen ők a legkönnyebb célpontok. Úgyis kaszálni fog köztük. A Hermitet valószínűleg megérte elszlemmelni, mert az nagyon nehezen szedi össze magát utána. Igen. Főleg, hogy még ott nehéz szerepre is raktad. Hát az még, az már extra mázli, de az, hogy KD, az már jó. Ugye akkor ez, hogy TK-zni kell a Hermitet, hogy beérjen a kolosszához, az is relatíve jó, mert akkor azt lehet Igen. ruinnal, meg mással szórakoztatni. Ja, nem olyan rossz, nem olyan rossz lista. Vagy még jó lenne, hogyha a kis békám itt tenne az attachmentem, de igazából talán nem is kell. Na jó. Jó van, akkor még majd